Az elmúlt másfél év során nyilvánvalóvá vált, hogy a legtöbb ember nem ért egyet azzal, ahogyan én vélekedek a világról. Természetesen ez nem változtat azon, amit én gondolok és én hiszek. Ugyanúgy, ahogy valószínűleg a legtöbb ember nem változtatja meg az ő gondolkodását csak azért, mert néz néhány videót. Azonban egy érdekes dologra felhívnám a figyelmet, az pedig az, hogy hogy lehetséges az, hogy a fantázia, amit mi tudományos, fantasztikus műfajnak hívunk, szinte szóról szóra megegyezik a valósággal. Erre nyilván az a válasz, hogy ezért hívják tudományos, fantasztikusnak, hiszen egy része tudomány, másik része fantasztikus. Amit én mondok, az az, hogy érdemes mindenkinek elgondolkoznia azon a tényen, ami nem egy hiedelem, vagy egy gondolat, vagy egy meglátás, hanem egy tény, hogy amit mi ma tudományként ismerünk, azt néhány évszázaddal ezelőtt mágiaként, vagy alkímiaként ismerték. Ha valaki utána néz ezeknek a dolgoknak, akkor megtalálja minden egyes tudomány ág megfelelőjét, néhány évszázaddal ezelőtt azoktól az emberektől, akiket ma mi varázslóknak hívnánk, vagy boszorkányoknak, vagy alkimistáknak. Legtöbb ember azt gondolja, hogy egy ekkora hazugságot nem lehet elhitetni a világgal, és hogy ennyi embert nem lehet becsapni. Azonban a hazugság lényege az, hogy el lehet hitetni másokkal. Amennyiben a hazugság egyértelmű lenne, akkor senki nem hinné el. Senki nem hiszi el, hogy beszélő macskák üldöznek egereket valakinek a házában. Senki nem gondolja azt, hogy Tom és Jerry az a valóság. Ezért hívják mesének. A tudományos fantasztikum lényege az, hogy összekeveri a valóságot a fantasztikummal, a fantáziával, a képzelettel, így elhiteti az emberekkel azt, hogy ez lehetséges, és idővel beprogramozza őket arra, hogy amit ott látnak, az tulajdonképpen a valóság. A következő rövid film nagyszerű példa erre. Őszintén szólva, én nagyon örültem, mikor megláttam ezt a rövid videót, és azt is, ami következik hamarosan, mert kicsi korom óta lenyűgözött az, hogy mekkorák a bolygók valójában, a méretük, az egész rendszer, amiben élünk, ahogy keringnek, és maga az a tudat, hogy mennyire kicsik vagyunk ebben az egész univerzumban. Azután persze a felismerés, hogy ez az egész egy hazugság, és az egész a képzelet szüleménye,
Igazából annyira nem volt sokkoló, mint ahogy a legtöbb ember találja. Valószínűleg azért, mert az út, ami ahhoz vezetett, más, hogy alakult, mint a legtöbb ember életében ez manapság. A probléma talán az, hogy míg én több ezer órányi videót néztem át, és több ezer órányi kutatás után érkeztem el a felismeréshez, hogy a Föld az tulajdonképpen lapos, és mi egy zárt rendszerben élünk. A legtöbb ember ma egész egyszerűen csak belesétál ebbe. És biztos vagyok benne, és sőt megértem azt, hogy nagyon nehéz több évtized programját csak úgy egyszerűen lerázni az embernek magáról. Azonban szerintem pontosan ez a kihívás az egészben. Pontosan ez az, amit a teremtő szeretne látni. Ki az, aki gondolkodás nélkül hajlandó elhagyni az álomvilágot? Sőt, ki az, aki örül annak, hogy végre kiderült, hogy amit mindig érzett, az a valóság? A következő videóval kapcsolatban csak annyit, hogy én nagyon örültem ennek is, amikor megtaláltam, és teljesen véletlenül bukkantam rá. Bár úgy gondolom, hogy az Atya vezet. Szóval nyilván az ő keze benne van, de igazából nem kerestem. Azonban ez egy olyan téma, ami nagyon régen foglalkoztatott. Csak a technológia szerintem nem állt rendelkezésre ahhoz, hogy ilyen nagyszerű videókat készítsünk, és ilyen széles körben el tudjuk azt terjeszteni. Úgy értem, hogy az a videó, ami következik, ugyanis nagyszerűen szemlélteti azt a világot, amiben a legtöbb ember úgy gondolja, hogy él. És szerintem kulcs szerepet játszik maga a mozgókép, illetve a vizuális művészetek abban, hogy az emberiség ekkora tudatlanságban él arról és azzal kapcsolatban, hogy valójában miért is vagyunk itt, mi a célunk, és hogy hol élünk valójában.
lenyűgözőnek találtam mind a két videót, és nagyon vonzó az a világnézet, ami az úgynevezett hivatalos álláspont, és amit a legtöbb ember elfogad, az a felelősség és abszolút erkölcs és szabályok nélküli élet, amikor mindenki maga dönti el, hogy mi a jó és mi a rossz szerinte, és mi az, ami számára elfogadható, és mi az, ami korrekt, mi az a viselkedés norma, vagy mi az a szabályrendszer, ami szerint élnie kell. Szóval teljes mértékben megértem, és nem azért mondom, hogy mindenkinek, vagy bárkinek is el kell fogadnia azt, amit én gondolok, de ez az, ahogy én vélekedek a világról, és biztos vagyok benne, hogy az, ami történik ma, az annak a következménye, hogy elhagytuk a teremtő útját, azt a rendszert, melyet ő kitalált, így ő átadott minket a saját perverz és aberrált rendszerünknek, melyet mi építünk fel magunknak. Haladva a saját fejünk után, követve a saját gondolatainkat, ostobán és tudatlanul elfeledkezvén róla. Remélem hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, Shalom és Hallelujah!